A magyar közlönyben megjelent új rendelet lazította a fakivágás szabályait. Az új rendelkezések alapján már nem kell figyelembe venni az erdővédelméről szóló és az erdőgazdálkodásról szóló törvényben foglalt korlátozásokat. Az ellenzék arra figyelmeztet, hogy ökológiai katasztrófával fenyegethet a lazítás. A fakivágás szabályait lazító rendeletben az áll, hogy a szomszédban zajló háborúnak, az ott kialakult humanitárius katasztrófának már Magyarországon is vannak következményei. Az erdészek viszont azt állítják, jelenleg 1 millió köbméter fa hiányzik a hazai piacról. Rengeteg erdőgazdálkodót töröltek az erdőgazdaságukra bejegyzett erdőterületükről, és hát sajnos azt is láthatjuk, hogy a humán erőforrással is kínlódanak az erdőgazdálkodók és a fakitermelők, úgyhogy gyakorlatilag ez az 1 millió köbméter, ez nem máró holnapra, ahogy említettem, halmozódott fel, hanem a sok problémának az együttes hatásaként. Baranyában sem jobb a helyzet, napi szinten 5-10 új vevő keres fát az erdészeknél. Most pillanatnyilag a lakosság is tiltva van, országos leltár volt most 2 hétig. Ugye a véghasznosítások zömében majd szeptember 1-jel kezdődnek a tarvágások, ahonnan fát tudnánk szerzeményezni, és most, hogy a gáz így elugrott és bizonytalan a helyzet, azért megnőtt reálisan, elég magasan az igény is. A magas árak miatt illegális úton is többen próbálnak tüzelőt szerezni, de a falopásoknak nem a nyára szezonja. Majd ez amikor bejön az első hideg és megcsipjed így a dér azt a kategóriát, aki elmegy ki és úgy dönt, hogy saját maga kézbe veszi saját sorsát, akkor igen. A rendelet szabályai miatt több ellenzéki párt is tiltakozott, az LMP is bírálta a rendeletet. Nagy hirtelen tűzifának kívánják kivágni a magyar erdőket. Amikor a világon mindenki ültet és óvná az erdőket, akkor a hírek arról szólnak, hogy a kormány a természetvédelem szempontjait háttérbe szorítva, azokat lábbal tiporva könnyítené meg a fakivágásokat, adott esetben még az újratelepítést is mellőzni. Szabó Rebeka, a Párbeszéd politikusa arra figyelmeztet, hogy az erdők az egyik legfontosabb természeti erőforrásnak számítanak, ezért fenntartható módon kell művelni őket.